Tony és Katie Moore számára több mint 20 éve a görögdínyék jelentik a siker forrását. Cégüket közösen vezetik. Házasságuk első éveiben azonban azon tanakodtak, megoldódnak-e valaha is az anyagi nehézségeik. Tony keveset keresett egy 35 tagú gyülekezet lelkészeként. A fizetésem heti 200 dollár volt. Első gyermekük születése után rengeteg orvosi kiadással kellett szembenézniük. Nagyon közel álltunk, hogy állami támogatást kérjünk, de belül éreztem, hogy nem ezt kéne tennem. Ehelyett csekély jövedelmükből tizedet fizettek és bíztak Istenben. A lehető legjobbra törekedtünk. Takarékos vásárló voltam, kuponokat használtam, hogy beleférjek a büdzsébe. Úgy mondanám, hogy a számlák itt voltak, a bevételünk pedig itt. De hó végére valahogy ezek mindig egálba kerültek. Kis gyülekezetek lelkészei gyakran vállalnak mellékállást, akár csak Tony. A mostoha apám farmer volt a 90-es évek elején. 120-160 hektárnyi területen termelt görögdinnyét. Fogtam egy öreg Toyota pickupot, meg egy utánfutót, rátettem 100-200 dinnyét, és elkezdtem házalni. Tony kis teherautójára más farmerek is felfigyeltek, és megkérték, hogy árulja az ő dinnyéiket is. Ahogy Murék bevétele növekedett, mindig ügyeltek arra, hogy a tizedet is megfelelő arányban fizessék. A Food Lion volt az első vállalati ügyfelünk, de nem ők kerestek meg, hanem én hívtam őket kitartóan. Mikor Istenhez imádkoztunk, hogy áldjon meg, gondoskodjon rólunk, ő sokszor azzal a képességgel áld meg, amivel a szükséges feladatainkat el tudjuk végezni. Hamarosan dinnyék ezreit szállították. Amikor az első évben 10 pótkocsis traktor rakományát adtuk el, és úgy éreztem, most igazán csináltam valamit, ma egy nap alatt adunk el 20-25 traktornyi szállítmányt az év forgalmasabb időszakaiban. Egyszer kiszámoltam, hogy az adományaim abban az évben meghaladták a korábbi évek bruttó jövedelmét. Arra gondoltam, hogy fogom én ezt a következő évben felülmúlni. A tizedfizetés mellett a Moore család számos szolgálatot támogat, köztük a CBN-t is. Az évek folyamán sokat jelentett számunkra a CBN műsora. Jó látni, ahogy Isten ezen és az Operation Blessing-en keresztül megérinti az embereket. Ilyen persze a CBN News is, ami keresztény szemszögből értelmezi a híreket. Ma már Tony egy jóval nagyobb gyülekezetet vezet, és a Moore's Produce minden nyáron több száz teherautónyi dinnyét szállít. Az üzletbe gyermekeik is besegítenek, és a család együtt élvezi a közös munka gyümölcsét. A sikerük kulcsa az adás. Mi mindig fizettünk tizedet. A gyerekeket is erre tanítjuk. Ha tiszteljük Istent, ő is megtisztel bennünket.